Vár keletkezésének idejét és építőjének nevét nem ismerjük. Feltehetően az itt birtokos csák nemzetség egyik tagja építhette a tatárjárás után. Várnagyként a Gutkelet nemzetségből származó II. Mihályt 1319-ben, 1424-ben említik okleveleink, és mint királyi vár Castrum Vitam vagy Vittam alakban 1379-ben szerepel okleveleinkben. Luxemburgi Zsigmond 1410-ben Hohenzollern Frigyesnek zálogosította el. Albert király 1437-ben Rozgonyi Istvánnak adta zálogba a várat, majd ennek fia, János, első Ulászló királytól adományként is megkapta. 1445-ben Újlaki Miklós foglalta el, 1448-tól zálogként bírta, 1453-ban ismét a rozgonyiak birtokába kerül. 1493-ban Egervári László horvát báné, majd Egervári István magtalan halála után 1512-ben Kanizsai György horvát bán szerezte meg, akitől Kanizsai László országbíró örökölte. A kettős királyság idején János király parancsára 1534-ben a fehérvári keresztesek konventje Hérdervári Istvánt és fiait, Lőrincet és Györgyöt iktatta be Castri Vittamin Albenzi birtokába. Török először 1529-ben ostromolta, majd 1543-ban el is foglalta. Később magyar kézre került, de 1559-ben újra a töröké, akiktől 1566-ban sikerült ugyan visszafoglalni, de a következő évben azonban már újra a törökök birtokolták. Véglegesen Pálffy Miklós szabadította fel 1597-ben, és a következő évben felrobbantották, megakadályozva ezzel, hogy a török a várfalai közé befészkelhesse magát. A 18. századtól az Eszterházi család tulajdona volt. Anyagát építési célokra használták fel. Feltárási és állagmegóvási munkálatokat időszakos jelleggel 2012 és 2019 között végeztek, amelynek keretében a régészeti munkán túl számos falszakaszt stabilizáltak, és igyekeztek azok balesetveszélyes állapotát kijavítani. A munkálatokat a Tatai Kunidobokos Múzeum szakembere László János vezette, amit a kezdetektől két civil szerveződésű vármentő egyesület is segített. Tevékenységük nem kizárólag a szakmai munkákban, hanem tereprendezésben, személygyűjtésben és könnyebb, barátságosabb környezet kialakításában is jelentősnek mondható.
A kis költségvetési munkák azonban 2019-ben leálltak, a források elapadtak, mind személyi, mind anyagi téren. Jelenleg az ország egyik legnépszerűbb váromja, magányosan, búsan adja át magát a romos enyészetnek, és várja az esetleges szebb napokat. A 13. század végén a Csák nemzetség több kővárat is emeltetett birtokai védelmére, közéig tartozott a jelenlegi vár helyén létesített korai erődítmény is. Károly Róbert 1326-ban más földekért cserében megszerezte Gesztest a Csák nemzetségtől. A vár első említése 1332-ből maradt fenn. Korabeli adatok szerint 1342 körül Nagy Lajos király utasítására teljesen lebontották a Csák nemzetség egykori várát, hogy helyébe egy kényelmesebb lakhatást biztosító vadászkastélyt emeljenek, amely a továbbiakban a vadakban bővelkedő vértesi vadászterületet sűrű felkereső uralkodó rezidenciájául szolgált. A 16. században már a török hódítók fenyegették a Dunántúl középső részét is, amelynek Bécs felé vezető hadászati fontosság útjait zárta le a kicsiny vértesi királyi végvárak sora. 1529-ben még sikerrel verte vissza egy Martalóc lovasportja rohamát az őrsége, de 1543-ban már a vár feladására kényszerültek. A magyarok hamarosan visszafoglalták, de 1558-ban ismét török kézre jutott. Utolsó katonai akcióként az 1683 őszén Bécs városa alatti katasztrofális török vereség hatására karcsapás nélkül kiürítették az Oszmán Birodalom katonáit. Gazdátlan védőműveit és épületeit a lakosság kezdte lebontani, sőt gróf Eszterházy József földesúr engedélyével köveiből készítették el a Majki Kamalduli rendház épület együttesét is. 1795-ben a várat már romként említették. 1932-ben a munkaturista egy lett turistaházat épített a vár délnyugati részén. A belső vár épülettömbjében turista szálló és vendéglő üzemelt, míg a külső várfalai szinte az alapokig lepusztultak. A turista szálló és a vendéglő 2013 november 1-én bezárt, mivel a vár állaga az állami támogatás teljes hiánya folytán életveszélyessé vált, azóta a vár nem látogatható. Az életveszélyes részek kárenyhítési munkálatait 2014 tavaszán tervezték elkezdeni. Hosszú évekig a helyszínen semmiféle aktivitás nem volt tapasztalható, míg végre 10 évvel a bezárást követően elindultak a helyreállítási munkálatok. Ezeket több fázisra tervezik, jelenleg az első két fázis látszik biztosnak a helyi kivitelezők szerint. A gesztesi várat először Károly Róbert 1326-ban kelt oklevelében említik, mely szerint a király csere útján jutott az erősséghez, ami korábban a Csák nemzetség trencséni ágának birtokai közé tartozott. Azonban a ma álló épület régészeti kutatása során nem találták nyomát e korábbi erődítménynek, így logikusan adódott a feltételezés, hogy az 1980-as években a vártól nem messze azonosított, majd 1986-ban Nováky Gyula és Sándorfi György által felmért kisebb építmény lehetett az Árpád-kori vár.
Ez a kisvárnak nevezett épület a mai gesztesi vártól mintegy 150 méterre délre helyezkedik el, az erősségbe felvezető út mellett. Területét Feld István vezetésével 2003-ban, majd 2005-ben és 2006-ban teljesen feltárták, melyel sikerült tisztázni az épület alaprajzi elrendezését és korát. Az ásatás során egy 26x9 méter alapterületű, csak nem szabályos téglalap alakú épületmaradványok láttak napvilágot, melynek falai csupán 60-70 cm vastagok voltak. A területen kevés leletanyag került elő, melynek jelentős része vasszeg volt, a talált kerámiaanyag pedig a 15. századra, elsősorban annak második felére keltezhető. Ez kizárja az építmény azonosítását a már említett korai várral. Bár az épület elhelyezkedése elővédműszerű funkcióra is utalhatna, a feltárt maradványok alapján ki lehet zárni, hogy katonai funkcióval rendelkezett volna, inkább valamilyen az északra eső hegytetőn álló várhoz kapcsolódó kisegítő szerepe lehetett. Torime, interrimo ad appare torime, ameno. A környéről Vértes somló felé futó út mentén a Vértesi Horgász Egyesület horgásztava és a Vértesi Üdülőpark között egy 13. századi kis templomrom található. A Vértesi László vezetésével végzett ásatások eredményeként 1967-ben előkerült árpádkori körtemplom maradványa a középkori avasfalu temploma lehetett, amelyet valószínűleg a 13. században emeltek. Kiremeteség műemlékegyüttese melletti erdőméje arról árulkodik, hogy a Kamalduli rendház alapítása előtt fél évezreddel már éltek itt szerzetesek. Itt épült fel és működött a Majki prépostság a 12.-13. század fordulójától. Sem a prépostság alapítója, sem későbbi kegyurai nem ismertek, de feltételezhető, hogy a Vértes vidékét birtokló Csák családban kell kutakodni. Az 1100-as évek elején ők alapították a Majktól mintegy 10 kilométerre található Vértes-Szentkereszti Bencés apátságot is. A Majki prépostság a középkorban hiteles helyként működött. Rang volt ez, hiszen a 13.-14. században nem érte el a százat az úgynevezett bizonyságtévő helyek száma. A hiteles helyeknek joga volt különböző okmányok, oklevelek, végrendeletek kiadására, másolására, tulajdonképpen a mai közjegyzőségek ősei voltak. Középkori királyaink előszeretettel vadásztak a vadban gazdag Vértesben. Egy ilyen alkalommal 1388 őszén Zsigmond feleségével, Máriával egészen biztosan Majkon tartózkodott, amit a prépostságból keltezett oklevél is bizonyít. Írott források utoljára 1516-ban említik a helyet. Sorsa ezután megpecsételődött, hiszen a Vértes vidéke a török hódoltság határterülete lett. Az állandó portyák miatt a táj elnéptelenedett, lakói, akárcsak a szerzetesek elmenekültek Majkról és Vértes-Szentkeresztről is. Nics Árpád János 1910-es könyvéből későbbi sorsa kiderül. Kamalduli remeték 1733-ban még egész terjedelemben láthatták a guadrát kövekből épült alapfalakat. Saját építkezéseikhez részben innen is szállították anyagot. A falak utolsó maradványait, valamint az alapköveket azonban csak akkor kezdték széthordani, amikor a kamalduli remeteség megszüntével Majk bérlői az utak javításához falkerítésekhez használták föl a Majki prépostság utolsó nyomait.
amíg szétszórtan megmaradt kövekből a múlt század 60-as éveikben egészítették ki a megrongált falkerítéseket. A romok első tudományos igényű kutatására a 19. század második felében került sor, amikor Rommel Flóris, majd Nácz József felmérték a területet. Az 1980-as évek elején Juan Cabello régész vezetésével zajló ásatások során részletes alaprajz készült. Az 5-5 pillérrel három hajóra osztott templom bazilikális elrendezésű volt, méreteiben leginkább a Bélapát falvi ciszterci kolostor templomához hasonlítható. Hatalmas és díszes épület lehetett, amelyhez délről kolostorépület csatlakozott. Ma az egyetlen földfelszín felett is látható maradvány egy félköríves kőrakás. Ennek a falrészletnek az ismeretében egészen jól betájolható, hogyan helyezkedett el a templom a területen, amelynek megismerését helyszíni kijelölések is segítik. 1915-től zsámbéki premontreiek és az oroszlányi hívek kitakarították az erdőt, és földmérő segítségével kitűzték a templom tengelyét. Azóta tájékoztató táblákat, kereszteket állítottak, ülőhelyeket készítettek, és fákat is ültettek a tisztásra. Az ide látogató így már meg is pihenhet itt, és képet kaphat arról, milyen szakrális építészeti érték bújt meg évszázadokig ebben a kicsinke erdőben.